18 ember hunyt el, és több mint 200-an megfertőződtek a Pesti úti idősek otthonában. Ennek az idős otthonnak a fenntartója a Karácsony Gergely által vezetett fővárosi önkormányzat. Sajtóértesülések szerint a járvány kitörésekor, majd azt követően hetekig nem volt főállású orvos az intézménynek. Pedig ebben az időszakban már lázas és felső légúti megbetegedések voltak az idős otthonban, melyek a koronavírus megbetegedés első tünetei. Ezeket az értesüléseket Karácsony Gergely azóta sem cáfolta. Ezért az alábbi kérdésekre várjuk a főpolgármester válaszait. Igazak-e a sajtóban megjelent információk, hogy hetek teltek el úgy, hogy az intézménynek nem volt főállású orvosa? Igaz-e az, hogy miközben az idősek sorra megbetegedtek és lettek lázasak, az idős otthonban nem volt főállású orvos, aki megnézze, megvizsgálja őket? Igaz-e, hogy hagyták távozni a korábbi főállású orvost úgy, hogy már voltak betegek az idős otthonban? Illetve igaz-e, hogy titoktartásra kötelezték a korábbi főállású orvost? Ha igen, erre miért volt szükség? Mit kell titkolni? Végezetül kérjük Karácsony Gergelyt, hogy tisztázza, maradhatott-e még fővárosi fenntartású szociális intézmény személyes orvosi jelenlét nélkül a járvány idején?